A Rába-Dunavág Európai Területi Társulás székhelye Tatabánya. A kis projekt alapiránt érdeklődő csallóközi és mátyusföldi pályázóknak mostantól nem kell a Komárom-Esztergom megyei településre utazniuk, ha első kézből szeretnének információkhoz jutni. A Dunaszerdán is ugyanazokat az információkat meg fogják tudni kapni a kollégáktól, fogják tudni segíteni a pályázat készítését, esetleg a pályázati kiírásban nem érthető dolgoknak elmagyarázását, és sokkal könnyebb lesz nekik, és egyszerűbb az életük azzal, hogy itt most egy ilyen kihelyezett iroda nyílt. A Dunaszerdahelyi iroda megnyitását Berényi József megyei alelnök kezdeményezte, a városvezetés pedig örömmel fogadta. Nagyszombat megyének nincs kihelyezett irodája sehol, semmilyen programot érintően. Ez az egyedüli kihelyezett iroda, ami valahol a Nagyszombat megyéhez köthető azon keresztül, hogy tagja vagyunk a társulásnak. Intézményeink vannak, természetesen Dunaszerdahelyen sok intézménye van a megyének, de kihelyezett irodája sehol nem működik, és ez egy jó precedens, amire hivatkozni lehet esetleg majd más ügyekben is. A kis projekt alap első kiírásában mintegy 6 millió euró áll a pályázók rendelkezésére. Az önkormányzatok és a polgári társulások 20 és 50 ezer euró közötti támogatásra pályázhatnak. A november 2-ai határidőt november 5-ére módosították. A következő pályázati kiírás a tervek szerint februárban lesz.